1996. október 22-e, kedd. Helyszín: Kőbányai út 31-nél, ahol a GANZ kiágazó vágánya még benne volt a villamos hálózatban. Érkezik a második Debrecennek gyártott KCV6-os, amely a No széria, a kis sorozat első darabja, az 501-es. Tulajdonképpen szerintem ezek az első méterei voltak a budapesti villamoshálózaton, itt a Fehér útról hozzák vissza a GANZ-ba Mukik segítségével. Ekkor még önerőből nem mozgott. Elviszik a Kőbányai út 21-nél lévő visszafogóváltóhoz, és onnan visszajönnek, az első Muki majd lejár róla, és kijön érte az a GANZ-os mozdony, ami az én 1996 12. 14. filmemben is bevontatta. Az jól látható, hogy már akkoriban sem használták túl sűrűn ezt az összekötő vágányt a GANZ és a villamos hálózat között, és biztos, ami ziher, még a BKV-s daru is kijött, ha esetleg kisiklana. Az jól látható, hogy bár reggel van, nem átallottak akadályozni a 28-as villamosok forgalmát a reggeli csúcsban. Ma szerintem ezt sem engedné már senki. Amit viszont a filmen látunk, az borzasztóan erősen már történelem. Egyrészt a magyar villamosgyártás utolsó darabjainak egyikét láthatjuk, másrészt pedig a GANZ telep helyét lényegében átvette a kínai piac, úgy is fogalmazhatnánk, a józsefvárosi piac átköltözött a Kőbányai út túloldalára, és ahova ez a villamos itt a filmen most bemegy, ott már kínai és mindenféle távol-keleti árusok, bódéi és tároló helységei sorakoznak. Igazából tulajdonképpen csak az épületek emlékeztetnek a dicső múltra még egy darabig.
azt azért láthatjuk, hogy itt sem voltak már valami patika állapotban ezek a vágányok itt a ganz épületei között, olyan sűrűn nem is járt erre ilyenkor már semmi. 1996-97-ben épültek a KCV 6-osok, és átépültek a BKV-nál a KCV 7-esek, de egyébként utána villamosgyártás itt már sajnos nem történt. A villamost visszaviszik a csarnokba, a kapuit becsukódik, de mint mondtam, ez a felvétel szinte ugyanígy megismétlődött 1996. december 14-én, ezen az esős szombati napon, ez már az én videóm, szintén kijött a kis mozdony, és szintén bevontatta, a film csupán annyiban különbözik, hogy itt egészen a csarnokig kísértem a KCV 6501-est, és egyébként ezek voltak az utolsó méterei a budapesti villamoshálózaton, hiszen ez már a próbák után van, a tartampróbák lezárultával, és innentől kezdve csak a csarnokban várakozott, még el nem szállították Debrecenbe. Legalábbis mostani információim szerint így volt. A ganzos kis mozdonyit egészen a tolópadig húzza a villamost, aztán rááll a tolópadra és elmegy az ő helyére, a villamost pedig utána ráhúzzák külön a tolópadra és elmegy a csarnokba, ahonnan mondom, már csak Debrecenbe vezet az út. Szerencsére ezt itt megörökítettem. Azt nem tudom, hogy ez a tolópad ma még üzemképes-e vajon, de nemrég jártam bent a ganz gyártelepen, és egyébként fizikailag még megvan, csak a színe nem zöld már, hanem piros. Ez azon ritka alkalmak egyike, mikor a villamos vagy bármilyen vasúti jármű a hossztengelyre merőlegesen utazik, pedig így is sineken van. Ez a tolópad. Hét, azt mondtam. Azt mondtad, jó a füled. Csarnokba drótkötelek és csörlök segítségével vontatták be, a kismozdonynak itt már nem jutott szerep. Egyébként itt látjátok, ez az a csarnok, ahol a BKV-nak a KCV 7-esek is átépültek, ott balra látható volt a 1346-os levágott fülkéje, amit egyébként mintának tettek félre,
hiszen ezeket is újra kellett építeni az elejétől.